Csütörtökről péntekre ismét több százan haltak meg az izraeli háborúban. Az áldozatok száma már a 4000-et is meghaladja a gázai övezetben. Közben egy a Vöröstengeren állomásozó hadihajó rakétákat és drónokat lőtt le. Joe Biden amerikai elnök hosszú távú fegyveres támogatásáról biztosította Izraelt. Zseblámpák fényénél keresték a túlélőket csütörtök este egy gázavárosi ortodox templomnál. Szemtanúk szerint sokan éppen a bombázások elől menekültek a templomba. Az emberek azt hitték, a templomban biztonságban lesznek, de a pusztítás ide is követte őket, mondta egy palesztin férfi. A palesztin hatóságok és a Jeruzsálemi Ortodox Egyház Izrael tette felelőssé a több mint 10 ember halálát okozó incidensért. Az izraeli hadsereg szerint azonban a csapás egy katonai parancsnokság ellen irányult. A Hamász és a Hezbollah fegyveresei továbbra is rakétákat lőnek ki izraeli területekre. A zsidó állam hadserege viszonozza a tüzet Gázánál és a libanoni határon is. Az izraeli hatóságok szerint csütörtökön többen is megsérültek a határ közeli Kiryat Smónában, ezért a hatóságok elkezdték kiüríteni a környékbeli településeket. A Pentagon szóvivője szerint közben kis hiány újabb ország is csatlakozott a harcokhoz. A Vöröstengeren állomáshozó USS Kearney hadihajónk legénysége csütörtök este 3 rakétát és drónokat lőtt le. Nem tudjuk, mi lehetett a pontos célpontjuk, de Jemenből érkeztek, és Izrael felé tartottak, mondta a Pentagon szóvivője, aki hozzátette, Amerikának kiterjedt légvédelmi rendszerei vannak a térségben, amelyeket továbbra is használni fog, hogy megvédje magát és a partnereit. Az Egyesült Államok hadifelszereléssel is támogatja Izraelt. Az első szállítmány csütörtökön érkezett meg. A Ben Gurion nemzetközi repülőtéren páncélozott csapatszállító járművek gurultak ki a hordozógépekből. Az amerikai elnök az ovális irodából közvetített rendkívüli nyilatkozatában az Izrael melletti kiállás fontosságáról beszélt. Amerikának nem érdeke hátat fordítani sem Ukrajnának, sem Izraelnek. Költségvetési hozzájárulást fogok kérni a kongresszustól, ami egyaránt lehetővé teszi Amerika biztonsági igényeinek kiszolgálását és a kulcsfontosságú partnereink, így Ukrajna és Izrael támogatását. Fogalmazott Joe Biden, aki ugyanakkor figyelmeztette Izraelt, ne essen ugyanabba a hibába, mint Amerika a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után, amikor nem elég pontosan határozott. Hozta meg, ki is az ellenség. Az izraeli hadsereg tankjai közben teljes harckészültségben várakoznak az ország déli határán. Az izraeli védelmi miniszter az itt állomásozó katonáknak úgy fogalmazott, hamarosan közelről is szemügyre vehetik a palesztinok lakta területet, mert a támadási parancs nem fog elmaradni. Szerinte a háború lehet, hogy hetekig vagy hónapokig is elhúzódik, de az biztos, hogy a Hamász teljes felszámolásával fog véget érni.